Üdvözlöm Önöket Halországban! Ma a Felső-Tiszán vagyunk, ezen a hűvös októberi napon Gelej, Tiszabábon a térségébe, Besenye Józsi barátommal, horoggal és vaksával szeretnénk halat fogni, na és persze főzni is. Remélem velünk tartanak. Milyen vasád van most lent? Kis vas, nagy vas? Kicsik, ilyen méteres, hát a méter tízesek, igen. Horgot tettél le? Van, az is le. Na, hála Istennek, jó. 14-15 szemes, annyi horog van rajta. Hát, ahhoz már elég, ha két harcsa van rajta, az is. Az is jó. Adja hozzá az Isten. Sülő szokott ilyenkor már lenni? A horgászok fogják jobban, mink is fognánk, csak most egyelőre nincs olyan sok idő, hogy... Persze, gondolom, most tavon haláztok. Igen, a tavira halászok miatt. Na hát, kiérünk mindjárt, azt meglátjuk, mi lesz a vége. Ó, de gyönyörű ponty! Kitűnő! Egy szép jaszkó! Igazi tiszai nyurga, látszik, hogy benne volt már két napja a vaksába, szétverte a farkát. Hiába ez az ősz most meleg, és ilyenkor a hal nem bírja úgy a hálót. Ez kiment volna mindenképpen, látszik a kis apró fején, hogy ennek aztán volt cuflája, ereje, verte, törte, próbálta felszedni a vaksakarót, de hát nem szokott az sikerülni. És hát van egy szép kis jaszkó is, keszek félék egyik legszebbike a jász, aranyos kis jószág. Hát ez egy ilyen szép közepes példány, 4-5 éves, ezt is megviselte egy kicsit már a vaksa. Gyönyörű sárgás-fehér húsa van, nagyon finom sütve, különösen tavassza. Az első, amelyik fut rögtön a iszapról ki a homokra, mert korán ívik a sódagos széleken, az éppen a jászkeszegünk. Itt meg a csali halak, mert hát ha horgot teszünk, akkor a horogra csali is kell. Ezek a kis vögösszárnyak, na ő megúszta. Ezek, amiket csalinak szántunk. Érdekes módon nagyon szereti a csukor nappalat. Ezt a kis színes fackot imádja, pedig hát alig fér be a száján, olyan lapos. Ez jó letoltad. Ó, de szép harcsánk van, ez igen. Gyönyörű. Na bajszos, hát rád vártunk. Meg egy szép csuka is. Na hát, ha kívántunk volna, se lehetett volna szebb zsákmányunk. Hát nézd, a két őszi bandita együtt jár. Gyönyörű csuka. Na hát, téged meg is töltünk, ha én úgy látom. Itt meg méretes vagy. Hát a Tisza nem hazudik. Ennyi jó halig a Dunán lehetne halászni egy hetet, mire a keszegek közé egy-két ilyen szép ragadozó is beesne. Ó, de szép harcsakom. Ez az igazi pecsenye harcsa. Van ám benne kondi. Látszik, hogy térre készült és jó nyara volt. Ez végig kaját a nyarat. Van olyan erőben, hogy még. Hát van 4-5 kiló. 4 körül. Na, ezt tegyük vissza, meg a szerencsés hely volt nagyon. Józsikám, mehetnénk főzni, mert ha ennyiből nem lakunk jól, akkor lakodalmat kell csinálnunk. Ez szerencsés volt, hogy két vaksával ilyen gyorsan végeztünk. Szüret után lakodalmat is tettek. Annak van ideje. Mélyen rakott fenékhorog, ugye a lelke az, hogy két-három nagy követ le, közéje 10-12 horgot, és a horog van fölcsalizva, és ha ugye szerencsénk van, akkor elkapja valami ezt a horgot. Oh! Gyönyörű harcsa, kitűnő. Egy kicsit tartsd meg, amíg kiemelem. Hát szinte párja a másiknak, egyívásúak, egy évjárat, ez is van 4 kiló körüli. Na hát, ha az előbb elég volt, akkor most van aztán bőven elég, amit fogtunk, úgyhogy megkísértsük tovább a szerencsét.
Klavikám, örülök, hogy megérkeztél, szeretettel köszöntlek. Köszönöm szépen. És utána ez az október elég hűvös a sikeredet már így a vége felé. Azt gondolom, legjobb, ha a bemutatkozást egy pohár borral kezdjük. Majer Gábor barátom, aki egyébként a rali világbajnokság állandó résztvevője. Ha nem autózik éppen, akkor nyilván horgászik, és ha nem, akkor is a Tiszán van. És azt gondolom, hogy a Tisza, a hal, meg a főzés, az együvés összetartozó dolgok. Ez a recept nem az enyém, Jenei Tamás mesterszakás barátom kreálta, és ez egy tárkonyos, babos, egy kis gombával bolondított harcsa. Nem ragú lesz, azt mondta, hogy gulyásnak főzzük meg. Na, hogy minek főzzük meg, ez majd kiderül. Én remélem, hogy jó lesz, és aki velünk tart, az egy olyan étellel találkozik, ami nem túl bonyolult, ellenben ez a jó, hideg, fagyos, hűvös időhöz való. Na, Isten hozza! Köszönöm szépen! Ha segítenél nekem, fő kéne tenni a bográsba, addig kéne szépen az olajat, meg a hagymát rá, meg egy pörkölt alappal kezdünk, csinálunk egy hosszú pörkölt alapot. Az bele is mehet mind az olaj, ugye? Minden? Van. Az mind mehet bele. Annyi kell is hozzá, van itt hal is, meg füst is bőven. Na, az úgy jó is lesz, köszönöm szépen, annyi elég bele. És akkor tedd bele, légy szíves, még a hagymát. Ne forroljon fel az olajat elő? Nem, tedd úgy, ahogy van fel az egészet egybe. Egy icipicit megsózom mindjárt a hagymát, mert sokkal könnyebben pirul, hogyha egy kis sót mindjárt csapunk hozzá. Na, ez egy tisztességes, rendes só, ezzel lehet tartani, ez a jó goromba kősó. Ez ilyen útszóró. Az útszóró só, igen. Na, akkor melyik a filéző késünk? Jó nagy láng van, majd egy fakadalat kerítünk hozzá, és egy kicsit időnként. Addig csak rázogasd meg, ha majd fölfúrt, én meg nekiállok, filézek. Mert most ezt a harcsát kell itt nekünk rendbe tennünk, amit nagy sikerrel kivettünk a vasából. Gyönyörű példa, ez szenzációs, tiszai, ez nem zsíros, ennek nincs mellékíze. Áj, de jó! Ha megtennéd, hogy közben majd, ha megkeverted, akkor a paprikát, paradicsomot vágd össze. Meg lesz. Mire kéred? Karikára? Karikára, vékony karikára, ha lennél szíves. Mi volt az utolsó zsákmányod? Meghoztam már süllőt ez a hideg? Tegnap is süllő, ez volt az igen, utolsó. Mekkora volt? Tegnap elég szépeket fogtunk, de azt hiszem, hogy mindannyian, akik kint voltak a vízen, tegnap nagyon adakozó kedvében volt a Tisza. Gyönyörű volt az idő, fantasztikus volt, és egy hideg van betörése. És mivel fogtad, mire megy most? Mi a menő, meg a süllő úgy válogatni a érdekes egyébként, hogy itt egész évben küszökkel lehet csak süllőt fogni, és sem a vörös szárny, sem a raszbóra. Egyszerűen a raszbóra se? Az érdekes. Nem egy kapós csali. Kérlek szépen, csak érdekes, hogy a küszél van annyira oda, pedig a küsz egy kifejezetten száraz húsú hal, mondjuk egy ilyen jó kis raszbórát azt általában. Gondolod, hogy szeretnéd? Csak így, ugyanilyen szeletekre? Igen, és elég is, annyit nem is kell bele. Annak a felét dob rá majd, légy szíves. Jó, oké. Okay. Két perc múlva. Addig én ezzel még itt végzek. Meganyagítom ezt a részt itt róla. Ezt a gyönyörű halcsontvázat pedig el ne dobjuk. Ha bárki otthon ilyesmit csinál, tegye el, mert ennél finomabb hal alaplé alapanyag nincs, mint ez. Majd egy kicsit eltörjük a gerincet, és mi is eltesszük, mert jó lesz ez még nekünk, ha hónap is főzünk. Kicsit nagyobbra vágom majd a harcsa kockákat. Mondjuk ez legyen egy etalon méret. Mehet bele a paradicsom meg a gomba? Egy pillanat, ha ránézek, és mindjárt megmondom neked. Nem. Egy picit a pörkölt alaplevet jobban el kell főznünk, mert ugye Babis előfőzött, uh-huh. A harcsa is 20 perc alatt kész van, ezért úgy kell benne lennie mindennek, hogy az már teljesen akkor kész. Akkor hagyjam legyen. Még, hogy hagy. Ezt még hagyjuk bőven. Egy kicsit a tüzet piszkáld meg a vája, mert egy kicsivel több hőkén, vagy egy-két száraz gajat hadd át tudnám még tenni. Addig befejezem a kockázását ennek a harcsának. Ferikém, így, hogy ilyen csodálatosan lefilézted ezt a gyönyörű halat. Nem kellene egy kortyborral megünnepelnünk ezt a fázist? Hát azt mondanám, inkább a szegény megboldogultra. Kedves egészségedre. És jó hangja van. Szerintem nyugodtan beletehetnéd most a teljes zöldség garnitúrát. A fokhagyma még kimaradt. Azt én addig megnyomom, addig később. Köszi. És akkor itt jogerősen kevergessem? Azt jogerősen, most oda ne csípje. Tök jó illata van, Feri.
Hát ezt nehéz lenne elrontanunk, de ezt a kis fokhagymát még belecsempészük. Ettől persze a Rányos házban nem szívesen fogadnának bennünket, de nem oda készülünk ma. Úgyhogy nyugodtan tehetünk bele fokhagymát. Icipici vizet még csak azért tegyünk hozzá, úgyis hosszabb ére engedjük. Még nem paprika jön hozzá. Én már nagyon éhes vagyok, csak azért türelmet engedek, mert... Miután gulyásnak szánjuk, hosszabb lé kell egy kicsit, és jobban el kell főzni az alapokat, mert aztán pillanatok alatt készen van az egész. Ezért aztán ezt most rongyá kell főznünk. Egyébként valaha a Tisza mellett olyan közkedvelt étel volt a hal, vagy pontosabban annyira unt étel volt a hal, hogy amikor a középkorban ugye a jobbágyokat robotra rendelték, akkor kiköthette a jobbágy, hogy háromnál többször nem köteles elfogadni a halítelt. Mert egyébként minden nap azt kapott volna, hiszen ezek a kiöntések, mocsarak, óriási áterek, akkor a hal bölcsők voltak, hogy csak az nem jutott hozzá a halhoz, aki nem járt a környékükön. Itt lehetetlen éhen halni. Hát igen. Itt a vadgyümölcstől kezdve kérde szépen a legkülönbözőbb vadak. Vízi növényeket töltenek súlyom, csukába. Fantasztikus a súlyom, fantasztikus. Nem teszünk annyi paprikát, mint a pörköltbe, mert ugye az egy kifejezetten paprikás alapú étel. Itt a bab meg a gomba megadja az alapízt, és nem kell annyi paprikát tennünk hozzá, tehát körülbelül egyharmad a paprikát használunk, mintha ugyanennyi harcsát különben megfőztünk volna magunknak, és abból pörkölt lenne. Akkor egy kis tárkonyt bele most. A friss tárkony jobb lenne, de ahhoz most nem jutottunk hozzá, ezzel csak egy icipicit megbolondítjuk. Egyszerre mehet bele a bab, meg a harcsa, mert hogy a bab előfőzött bab. Előfőzött babnál nem kell sokat várnunk, egy-két perc átmelesztik, és már mehet is hozzá a harcsa. Úgyhogy most akkor bab. Az arányt úgy állítottuk be, hogy egyharmad bab és kétharmad harcsa. Ugyan majd a harcsa egy kis levet enged, de azért ebben nem bízunk, egy icipici levet még rá kell tennünk ahhoz, hogy ebből valóban egy igazi jó kis gulyás legyen, ahogy ezt meg is ígértük a kedves velünk együtt aggódó főzőknek. Gabikám, a nehezén túl vagyunk. Azt gondolom, most jön az a pillanat, hogy a mesterbe is valami kell, nem csak a lébe. Legyen így? Hát levet a mesterbe, ez a jelszó. Kedves egészséget. Kedves egészséget, de szia. Sűríteném egy kis tejszínnel, mert akár a bab, akár a harcsa nagyon kedveli az ilyen kis besűkítéseket. Ha lennél szíves egy-két karika citromot vágni még nekem addig, a tálaláshoz, mert az már csak ráadás. Addig nézzük meg, hogy miután nincs liszt benne, gyönyörű szépen el tudjuk. Eljebb teszem egyet, hogy egyet még rottyanjon, mert megmondom, őszintén már vagyok olyan éhes, mint három nádi farkas. Mint három nádi farkas. Dacára annak, hogy mennyi mindent tettünk bele, ez egy egyszerű étel. És ha még egyszer végigvesztük, akkor láttuk, hogy egy gyenge kis pörkölt alap, kevesebb paprikával, arra ráteszünk egy kis gombát még, ami nem szokványos. A gombára egyszerre rátesszük, a hosszabb lére engedve, egyszerre rátesszük a halat is, meg a babot is, és ezzel kb. 15 percet rotyogtatjuk. Ezt lehet egy kicsit keményebben is, hadd kapja össze a forró víz a halat. Amikor ez megtörtént, egy kis tárkonyra még megbolondítjuk, és hozzáteszünk körülbelül egy másfél decinnyi főző tejszínt. Ha ezt megtettük, és kibírtuk, hogy addig nem kóstolunk több belőle, akkor már kész is az ételünk. Én ezt már tálalnám is, Gabi, mehet? Szerintem. Akkor kezdjük. Semmire nem vágyom most ilyen pillanatban jobban. Tegyünk egy tesztet. Jót tettünk ezzel itt magunknak, vagy se? Én jót sejtek. Én is. Tehát fő a bizonyosság. Hú, Feri. Hát, ha követnek bennünket, nem járnak rosszul. Babikám, ezt a gyönyörű varsás csukánkat én már kikészítettem, szóval a tetemre hívott állapotban van. Mit készítünk belőle, meg a te recepted?
Ebből megpróbálunk egy nagyon finom kimélőételt előállítani. Ez egy zöldséggel, ikrával töltött csuka, szalonnával megspékelve. Na jó, de a halikra serkentőleg hat a palikra. Vagy ez nem baj? Ez most nekünk a nem probléma. A hal is. Gabikám, akkor osszuk meg, mert az idő már nagyon fut. Én akkor beaplikálnám ezzel a kis szalonnával, és besóznám a csukát. Te meg, ha lennél szíves, a zöldséget előkészíteni, jó? Rendben. Jó, mélyen vágjuk be a csukát, csak azért, hogy beleférjenek a szalonna szeletek. Ez a vízi haramia. Én a másik felét is megcsinálom, és akkor utána mint Uri Geller dolgozni. Elgörbült a villánk. Na jó, hát most az zöldség volt erős, vagy a villád volt gyenge. Hát ez az zöldség. Egy ekkora csukába körülbelül olyan másfél dekányi szalonnát érdemes bedolgoznunk, és ennek a csodálatosan egybesülő íze és a benne lévő sóval is kalkulálnunk kell, mert ha sózott szalonnát használunk, akkor nem szabad annyira megsóznunk a csukát. Egy ilyen másfél kilós csukára mennyi? Kilós csukára mennyi zöldséget számoltál? Hát körülbelül egy két-három fej gomba, két nagyobb darab sárgarépa, két fehérépa, és egy nagyon kevés kaliforniai paprika. Látom, hogy kenyérrel fogod besűríteni meg egy kis tojással. Igen, hát az lesz a kenyér lesz a tölteléknek az alapja már olyan tekintetben, hogy valamilyen szinten össze... Meg kell kötni valamivel, persze. Fogja, így van. Egyébként érdekes, hogy ehhez a halnak a szalonnával történő megspékeléséhez nem jó egyedül a mangaliszta szalonna, amit én imádok, mert annyira kiolvad a zsírja, hogy nem marad bőle semmi se. Ettől persze fantasztikus híze lesz, de ha azt akarjuk, hogy egy pici kis szalonna megmaradjon, akkor az úgy a jó, hogyha a klasszikus, picit húsos szalonnával vagy sós szalonnával csináljuk. Én addig az ikrát összetörném az én térfelemen, ha találok még egy villát, és találtam is. Hát ezt is össze kell egy kicsit zúznunk, hogy be tudjuk tölteni. Kicsit megvágjuk, mert az ikrának a hártyáját föl kell daraboljuk, hiszen ilyenkor még a csukaika nem abban a stádiumban van, amikor magától szétmegy. Ez egyébként saját ikrája volt, úgyhogy megy is vissza belé. Nagyon szép kásás ikra. Előkelő helyet szerzett kérlek szépen a kaviár pótlók ranglistáján a csukaikra, miután az oroszoknál sincs már elég kaviár, mármint klasszikusan fekete kaviárt adó tokféle, ezért rájöttek, hogy a legközelebb áll hozzá a csukának az ikrája, hiszen ízben? Szintén nagy ízben. Nem csak ízben, hanem inkább azt mondom neked, hogy tehát állagába, mert az ízt azt a speciális orosz sózás és a töltyfahordó adja meg jó részt, de ahhoz, hogy nem lehet minden ikrát megcsinálni úgy, mert annak az ikra beltartalmának, sűrűségének és olyannak, mint a kaviárénak, ezért a csuka lépett most elő. Azért is érdekes, mert nem értettük, miért érdeklődnek annyira a legújabb csukanevelési technológiánk iránt, hát kiderült, hogy azért, mert bizony őket kaviárpótlásnak szánják. Nagyszerű, Gabikám, végeztél, kitűnő, akkor rakjuk össze, méghozzá, tedd az egészet hozzám, úgy kitűnő. Most egy kicsit összefűszerezzük, mert azért egy kis sónak, borsnak ezen is kell lennie. Gabi, borsot tegyél rá a te ízlésed szerint. Hát borsot bőven szerintem az elmenni. Igen, az elbírja, pontosan így van. Ez a borsolős friss bors, ez kitűnő találmány. Várj, egy kicsit összekeverem és csináljunk ebből még egyet. Tudod, mit hagytunk ki? Na. Hát a kaliforniai paprika. Ah, semmivel se késtünk el, te addig még ez dolgozz be, amíg én itt ezt összepakolom, és egy kicsit tovább fűszerezem, mert ugye olyan vastag rétegben volt benne, hogy ez így nem tudott összeállni. Ezt átteszem, hogy kényelmesebben tudjunk dolgozni. Jó, és akkor, ha kérhetem, akkor a fokhagymát és a tojást. Okay. Keverjük bele. Még egy picit ezt megborsozom itt a instrukciók szerint. Még egy pici sót is hozzá, hogy a zöldség föl tudja venni úgy a fűszereket, hogy szinte elnyeli. Hú, de szépen összevált az anyagot. Akkor én ezt gyorsan földarabolom.
Hát csukakumám, te se gondoltad még ezt tegnap, amikor a vasa körül ólálkodtál, valószínűleg a vörös szárnyak behúzódtak a bokor alá, onnan leste az öreg, aztán mikor kitámadt, nem vette észre, hogy a vasa terelőszárnya az befele visz. Így van. És mikor már körülnézett, kezek helyett a vörösökbe találta magát, mert az állag úgy látom teljesen jó már, ugye? Így van. Oké. Okay. Akkor azt gondolom, hogy tegyük a csuka alá a fóliát, töltsük be. Akkor... és hagyj melegedjen. Tevezd meg a csukeszt, én meg alá terítem tényleg szépen a párnácskáját. Hát tegyem én ezt duplán, mert tartok attól, hogy nagy az a hal. Ki ne szakadjon, mert annál rosszabb nincs, mint amikor megégetjük. Így lesz ez, jó? Köszönöm szépen. És akkor tartsd egy kicsit a gerincén, én meg bepakolom a komát. Ha lenne egy hústünk, akkor egy kicsit előrébb lennénk, de miután úgyis elég szoros lesz a fólia, össze szoktad tűzni? Vagy összetekered? Hát így fóliában, igen. Akkor nem nincs szükség hústűre. Akkor kérlek szépen, ha egyetért lesz velem, akkor betakarjuk a napságos csuka urat. Tisztességes módon. Ügyelve arra, ki nem avadjon senki belőle. Én szívem szerint még egy fóliát tennék így rá, csak azért, mert azért elég testes jószág ez. Pláne, hogy egy tányér tölteléket még beleerőltettünk. Így csak nézd. Úgy kitűnik. Jó. Ezzel szinte meg is pántoltuk. Oké, és akkor most nézzük meg, hogy megmelegedett-e vajon a mi rossz csütőnk. Ami egyébként egy tisztességes halastavi zsiliprázsból készült, négy lábat rájunk. Csak hogy stílszerű legyen. Ragyogó. Hát, rövid időre elköszönjünk a csukánktól? Igen, azt gondolom, most egy kicsit tegyük a krematóriumba. Légy szíves. Így átlósan teszem. Aztán majd forgatjuk úgyis a komát, ahogy a hő éri. Hosszabb tekintve elférjen. Hát, ügyesen. Hát, az nehéz fázis, én úgy látom túl vagyok. Többi a tűz dolga. Isten értesse a mestert. Köszönöm a receptet. Szia. Na nézzük, mit műveltünk. Egyébként, ha közepesen erős tűzön csináljuk, egy 40 perc elég. Aj, de gyönyörű, és milyen forró. Hát úgy látszik, ma sem tudsz hibázni. Úgy látom. Csoda receptet bocsátottál rendelkezésünkre, fantasztikusan szép étel, remélem legalább ilyen finom is. Ha 5 perc után kihűl, nekiesünk, addig is ígyünk egy kortyot erre a volt tiszai rablóra, aki most már csak az asztalon heverve köszönti a mi egészségünket, mi pedig a kedves nézőjét egészségünkre.